Mint arról korábban beszámoltunk, házfalának csapódott autójával egy kunhegyesi férfi. A megyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, egy helyi férfi nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett Kunhegyes belterületén 17 óra körül. Ezért egy jobbra ívelő kanyarban egy út melletti lakóház oldalának csapódott és azt beszakította. A családi háznak a fala kitört, és egy gázkonvektor is kiszakadt a helyéről. Az esethez a kunhegyesi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik elzárták a gázt, illetve áramtalanították is a személygépkocsit. A házfala, ahol kidőlt, abban a szobában egy személy tartózkodott, ő szerencsére nem sérült meg, viszont a gépkocsi sofőrjét a mentők kórházba szállították. A baleset során a családi ház lakója nem sérült meg, a házfala viszont megbomlott. Pont itt a rökömé sarkába még vacsoráltam, nem mondom, már még állok fel, kihozom a cuccot onnan. Akkor egy nagy dübben is, nézd, mondom, hogy megyek ki, a volt az első gondolatom, mert itt van a gáz konvektor az ajtónál, azért csak eddig nyílik ki. Na, ki tudtam jönni, azt mentem kifele, hogy mi van. Alig tudtam kimenni, ez az igazság. Mentem, hogy mi van. Kinyitottam, nem is nyitottam, kiszálltam, hogy én már valamelyik, ők nyissák ki a kaput, mert nem tudtam ki, melyik a kulcsosztőben. Gondolom, hogy a reszketéstől. Azt úgy mentem ki, akkor láttam, hogy kint ül, hogy lyukass az ablak alja. Hát hogy ne ijedtem volna, amíg aranyos. Úgy reszkedtem mi. Azért nem tudtam a kaput is kinyitni, mert úgy remektem. Már most tanulom, hogy magamhoz értem, hogy nagyjából. A baleset következtében a sofőr elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülés szenvedett. Elméletileg arról jött, hogy a Széchenyi utcának az irányából jött, állítólag 40-nel. Gondolhatod. És hát becsapódott ide. Gyakorlatilag kiukasztva a falat. Úgyhogy nekem volt már balesetem, én tudom milyen, amikor 40-nel neki megyek valaminek. Nem ilyen. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy bár folyamatos jelenlétükkel mindent megtesznek az utak biztonságáért és a balesetek elkerüléséért, mégis a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, türelmesen, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben.